Fuss! Ugorj! Dobj! Kötd ki a rágót, és gyere le edzeni! Arak aktív! Szép napot kívánunk mindenkinek! Jön az Arak aktív 2014-es tavaszi döntője. Én Kajzer Tamás vagyok, és itt ül mellettem most már megszokott szakértőm Listár Niki. Szia Niki! Szia, üdvözlök mindenkit! Rövidesen következik az ünnepélyes megnyitó. Ott áll már lent dr. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere, mellette pedig Hirt Károly, az Arak elnöke. Ők fogják majd közösen megnyitni a mai Arak aktív döntőt, városi döntő. Megtudtam Hirt Károlyéktól, hogy 660 versenyző vesz részt a mai Arak aktív döntőn, 11 iskolából, ami mindenképpen rekord, mind az iskolák száma, mind pedig akik elindultak a versenyen, mind pedig a versenyzők száma. És hát óriási hangulat, szülők, nagyszülők, tanárok itt vannak, szurkolnak a többieknek. Azt hiszem, hogy erről szól a sport itt Fehérváron, és ezért fontos az, hogy ma itt ennyien vannak. A város fiataljainak, diákjainak egy nagyon jó mozgás lehetőséget biztosítunk. Egy olyan programot, ami közösségépítő, mert az osztályok egymásért, osztálytagok egymásért, egymás ellen, és az iskoláikért is tudnak küzdeni. És hogyha már nagyon sok butaságot átvettünk az amerikaiaktól, ez sikerült itt meghonosítani, ez nem az, hogy oktatási intézmények, akik egyébként gyűjtőhelyei a gyerekeknek, azoknál van egy komoly presztízsű rendezvény, ahol valóban az oktatási intézmények küzdhetnek. Én azt gondolom, hogy jót át kell venni, átvettük, működik, és egyre nagyobb az érdeklődés. És akkor jöjjön az első versenyszám. A gátfutás, gátváltó futás lesz, 8-szor egy kört kell futni mindenkinek, át kell futni a gátak felett, meg kell fordulni a bóják előtt, és mindenki visszaérve karikát átadja, karika botot átadja a társának, és jöhet a következő futó. Hozzánk legközelebb a Munkácsi, egyel fölötte pirosban a Tóváros, aztán a Németh László. Szóval István Király, Munkácsi, Tóváros, Németh László, Táncsics és Zentai az első körben a hat iskola, és egyelőre hozzánk legközelebb az István Király vezet, de ott volt egy kis galiba a fordulásnál, sikerült a kisfiúnak fölborítania azt a rudat, amit meg kell kerülni. Hát igen, az előző évekhez képest, itt most nem lufi van, amit meg kell útni, és én elsőre úgy láttam, hogy a kisfiú azt hitte volna, hogy meg kell útni azt a kis botod. De tessék, már a rutin. Hát ő még tavaly biztos, hogy nem volt itt, mert ők az elsősök, de lehet, hogy már látta. Így van. Lehet, hogy csak a Fehérvár televízióban a közvetítést, és ebből kiindulva akartott valamit nagyon-nagyon megütni. Vagy lehet, hogy a nagyobb testvérnek szúkolt az elmúlt években. Az is lehet. Ajaj, itt egy büntetőkört futtattak egy kisfiúval. Hozzánk legközelebb. A belső pályákon most nagy a küzdelem. Azt mondja, hogy a 3-as, 4-es pálya. Igen. A Tóváros és a Németh László általános iskola között. Segítek neked, hogy lássad, hogy ki volt. Nagyon szépen. Egyelőre az okoz némi problémát, hogy az arakos segítők rajta ülnek a rajtköveken, és nehezen tudom leolvasni, hogy melyik pálya melyik, és hatig viszonylag ilyen korai időpontban kevésbé tudok elszámolni. A narancsárga megkülönböztető mezben indulnak mindig az utolsók, csak hogy jól lássuk, hogy hogyan is áll a verseny. Középen a hármason a Tóváros vezet, hatalmas meglepetésre. Az elsősöknél nyernek is, a Németh László lesz a második, a Munkácsi a harmadik. Ez volt az első versenyszáma 2014-es tavaszi Arak aktív városi döntőben, vagy hát az első futam, hogy így fogalmazzak egészen pontosan. Most nézzük a második futamot az elsősöknél. Nagyon ügyesen rajtoltak el a kis fiatok, és egy kislány itt elől a kettes pályán, a Hétvezér általános iskola tanulója nagyon ügyesen fut.
Hát ugye nem véletlen, a hét vezér egyszer már nyert, egyszer már borsot tört a Tóváros orra alá. Hát lehet, hogy van már ugye egy őszi sikerük, most nagyon szeretnének egy tavaszi, de hát még nagyon-nagyon sok futamnak kell lemennie ahhoz, hogy bármiféle támpontot kapjunk arról, hogy erre lesz-e esély, vagy nem. Továbbra is a hét vezér az élen. Az most érdemes így elmondani, hogy a szülőknek ugye most már az első-második osztályosok is részt vehetnek ebbe a versenybe, és hogyha úgy gondolják a szülők, hogy a gyermeknek nagyon tetszett ez a verseny, és ő úgy érzi, hogy szeretne atletizálni, most már az Araknál foglalkoznak ilyen fiatal gyerekekkel is. Arakocska, ugye? Így van, Arakocska, a Babos Rita vezetésével. Rita néninél lehet jelentkezni, rengeteg játék, szórakozás, meglepetések vannak az edzéseken. Én csak ajánlani tudom Rita nénit, nagyon felkészült oktató és tanító néni. Hogy örül ennek, hogy te Rita nénized? De hát én már a kisgyerekeknek. Igen, igen, de hát csak ajánlani tudom a ha már ez itt a reklám helye, Facebookon meg lehet keresni az Arakocskákat, és marha jó képek kerülnek föl gyakorlatilag szinte minden edzésről. Én is egyébként épp a héten kérdeztem meg Ritától e-mailben, hogy hány éves kortól fogad gyerekeket, hát nekem még egy-két évet várnom kell, már hogy nem, hogy én mehessek, ugye? Meglepődtem, hogy még nem érted el a korhatárt, de akkor gondolom a saját csöpségétre gondolsz. Így van, így van. Megvan a második futam győztese is közben, a hét vezér nyerte ezt a versenyszám, vagy ezt a második futamot, az a hatalmas előnnyel, mert hogy a többiek még jönnek. Tolna isok egy picit le vannak maradva. De a Szénatéri és a Kossuth jött be második, harmadik helyen. A Talentum lett ebben a futamban a negyedik, és a Tolnai lesz az ötödik. A hétvezér 1,4 másodperccel megverte a Tóvárost, így a hétvezér nyeri ezt a versenyszámot az elsősöknél, tehát egy apró picike lépéssel a Tóváros előtt jár a hétvezér. A Tóváros egyébként a második helyen végzett, a Németh László lett a harmadik, a Munkácsi a negyedik, az István Király az ötödik, a Zentai a hatodik, a Szénatér a hetedik, a Kossuth a nyolcadik, a Talentum a kilencedik, a Táncsics a tizedik, a Tolnai a tizenegyedik, és mire kimondtam, indulnak a másodikosok. Másodikosoknál ugye első futam, tehát hozzánk legközelebb Szénatéri, egyen följebb Munkácsi, Tóváros, Németh László, Táncsics, és tőlünk legmesszebb olyan, tehát Neon Sárgában a Zentai úti általános iskola másodikosai küzdenek majd. Egész kiegyenlítettnek lehet mondani még itt a futást, a versenyt, egész egyszerre érkeznek be, együtt egyszerre vált a Tóvárosi Általános Iskola és a Munkácsi Mihály, de itt mintha egy kicsit a munkácsisok a fordulót elrontották volna, de Tóváros az nagyon erősen halad előre. Nagyon, egyébként szerintem itt hozzánk legközelebb az István királyosok viszonylag rossz taktikával váltanak, mert szinte kimegy az éppen indulni kívánkozó kisgyerek egészen a gátig, nem tud lendületet venni, és most ez ügyes volt a kislány, mert ő két lépéssel hamarabb vette át a váltó karikát, de előtte mindkétszer belerúgtak a rajtolók a gátba, és ez nem olyan jó. Lehet látni, sasszíznak előre, és nincs lendület, nem egy jó taktika, nincsenek is elől. Bármilyen meglepő, a Tóváros vezet. Mögötte viszont egy két gátnyival lemaradva jön csak a Munkácsi, és egyel fölöttük pedig a Németh László. Ez az lehet első látni, három. Nagyon ügyesen gátozó gyerekeket, van, aki csak úgy átsuhan a gátak fölött. Most már az utolsó emberek vannak, és érkezik a célba a Tóváros, ezt a futamot is megnyerik, de hát lehetett látni az első sötnél, nagyon nagy kérdés, hogy mit megy majd a második futam. Munkácsi lett a második, és az István Király végül is csak bejött a harmadik helyre ebben a futamban, megelőzve a Németh Lászlót, és a végén pedig a Táncsics, meg a Zentai ment egy nagy meccset a futam 5.-6. helyért, Táncsics értve hamarabb. Szükség van arra, hogy valamilyen módon tudjanak meríteni a
az adott gyermekcsoportok közül a különböző sportágak, és a legeslegjobb erre az egy verseny keretén belül. Látni az ügyességet, a gyorsaságot, az összpontosítási képességet, és ez az atlétikában mind-mind-mind megvan, tehát érdemes elnézni ezeket a gyerekeket. De én még úgy gondolom, hogy az iskolai versenyekre is érdemes elmenni, mert egy-egy adott osztályon belül is lehetnek különbségek. Tehát most lehet, hogy az A-sok, a B-sek vagy a C-sek vannak itt, de lehet, hogy a másik osztályban ügyesebb gyerek van. Tehát érdemes lenne megnézni minden iskolából egyes évfolyamoknak a legjobbjainak a válogatott versenyét is, de hát azért az még nagyobb szervezés és több. Nagyobb terület kell hozzá, de hát ott a Bregyó Atlétikai Központ, vagy a Bregyóban az Atlétikai Központ, meglátjuk egyébként csak a rend kedvéért. Hozzánk legközelebb a Talentum, a 7000 fölötte, középen a Kossuth, a Tolna és tőlünk legmesszebb a Szénatér. Ez a másodikosoknak a második futama, és ugye az elsősöknél a hétvezér a második futamban jobban tudott menni, mint a Tóváros az elsőben. Most meglátjuk, hogy ez most hogy alakul. Ha jól látom, akkor nagyon nagy küzdelemben és harcban van a hétvezér a Szénatérrel. És csak nem egyszerre váltanak, egy picit hamarabb váltott a Szénatér. És jönnek az utolsó emberek, ami után teljesen kristálytiszta lesz, hogy ki hogy áll. És a Szénatér, és elejtik! Jajjajjajjajjaj! Itt a kettes pályán a 7000-nél elejtették a váltókarikát, úgyhogy ebből már nem lesz futamgyőzelem sem. A Szénatér. És aztán bejön a hétvezér. Jön a harmadik helyre a Tolnai. Ezúttal most nagyon jól teljesítettek. Kossuth iskola, és bent van a Talentum is. Meglepő módon ezt a versenyszámot ebben a korosztályban a Szénatéri Általános Iskola nyerte, és második helyen a Tóváros érkezett be. A harmadik helyen a Hétvezér Általános Iskola. Arab aktív. Melyik a kedvenc feladatotok, és miért az a kedvenc? Hát nekem ez a gátugrós, hát mert nagyon jól tudok így gátot ugrani, és gyors is vagyok is szerintem. Sokat gyakorolsz erre a versenyre? Igen. Hát én nekem az egyik az a hármas ugrás, de az sajnos nincsen, és hát a másik az a kislabdát szeretem. És arra mennyi sokat kell gyakorolni a kislabdára? Mert én tudom, nekem nagyon nehezen ment, amikor én gyerek. Annyira ügyes, hát... De szereted, az a lény. És neked melyik a kedvenced? Nekem a kétkörfutás, a kétkörsprint, meg a kislabdadobást is szeretem. Arab aktív. Mindjárt indul a következő. Most már másodszor fordult elő az, hogy az első futamban magabiztosan diadalmaskodó Tóváros, amely abban a futamban 3 másodperccel verte a második helyen ott beérkező Munkácsit, végül is kikapott, most ezúttal azt mondja, hogy 8/10 másodperccel, tehát elképesztő, minimális különbség. Ez tényleg lehet annyi, hogy a végén az ember egy nagyon picit kienged, míg a második futamban még megyek, mert azt mondták, hogy kell menni. Ebből a szempontból nem szerencsés az első futamban menni. Igazából ugyanakkor meg az is biztos, hogy főleg ilyen váltók esetében nem hiszem, hogy annyit számítana, hogyha tudnák az időeredményt a második futamosok, mert hogy nem tudják. Hát ennyi idősen még nem lehet nagyon ezzel, nem tudnak nagyon mit kezdeni veled, azért egy atlétikában mondjuk egy 800 méteren vagy egy 1500 méteren, ha látod az előző futamokat, tehát ott egy gyakorló sportolónak azért már sok mindent mond, itt a gyerekeknél még annyira talán nem. Itt talán annyit jelenthetsz pszichésen, hogy látják, hogy a Tóváros nagyon megnyerte az első futamot, úgyhogy az biztos, hogyha jó eredményt akarok elérni, akkor nagyon-nagyon meg kell nyernem a másodikat is. Utolsó előtti emberek, ugye a harmadikosok, kíváncsi leszek, hogy egy 10 másodperces javulás volt az elsősök és a másodikosok között. Kíváncsi leszek, hogy a másodikos és a harmadikosok között mekkora különbség lesz. Jönnek az utolsó emberek. Tóváros az élen, magabiztosan. És második, harmadik helyen Németh László és a Munkácsi váltottak. A Tóváros nyer. Beérkezik egyen fölötte a második helyre a Németh László.
és a Munkácsi lett a harmadik, hogyha jól látom, így van, mert még három csapat kint van a pályán. Beérkezett a Talentum hozzánk legközelebb. Nem a Talentum. Bolondságokat beszélek, az a másik futam, az István Király hozzánk legközelebb. És a Táncsics iskolát várjuk már csak. Akkor vegyük szépen majd sorban végig, még itt készülődnek. Ugye 2010 tavaszán volt az első, akkor a Tóváros nyert a Hétvezér és a Német László előtt. Ősszel a második Arak aktív városi döntőn Tóváros, Hétvezér, Szénatéri. 2011 tavaszán Tóváros, Hétvezér, Szénatéri. Ősszel 2011 őszén Hétvezér, Tóváros, Német László. 2012 tavaszán az ötödik alkalommal Tóváros, Német László, Hétvezér, ugye itt sikerült közbeszúrni. 2012 őszén Tóváros, Hétvezér, Német László, és tavaly ősszel Tóváros, Hétvezér, Német László. Ha meglátjuk idén, mi lesz. A papírformát nézzük, akkor van esély arra, hogy ugyanez a hármas végez majd az élen. Közben ugye a harmadik osztályosok második futama. Hozzánk legközelebb a Talentum kékfehérben, piros-kékben egyen fölötte a Hétvezér, középen, hát ilyen bordó megkülönböztetőben a Kossuth iskola, fehérben a Tolnai, és gyakorlatilag tiszta zöldben a Szénatér. A harmadik évfolyamosok és a második évfolyamosok között akkora nagy időváltozást már nem láthatunk, tehát itt... Hát ez egy 8 másodperc lett. Nem 10, de 8. Így van. És az... Hát azért az látszik, hogy szűkül az olló, ahogy megyünk egyre előrébb. Hát meglátjuk, hogy mondjuk itt most a Szénatér vagy Hétvezér az tud-e valami borsot törni az első futamban magabiztosan nyerő Tóváros orra alá. Rövidesen jönnek a befutó emberek egyébként. Középen Kossuth iskola vált elsőnek. A második futamot rendre más nyeri. Ez most is így lesz. Nincs meg az a hegemónia, mint az első futamban a Tóvárosnál. Bent van egyébként a célban a Kossuth iskola. Második a Szénatér. Az egészen biztos. Harmadik helyen Tolnai. Így van, most érkezett meg a Hétvezér, és célban vannak a talentumosok is. Arak aktív. Na most ugrik a majom a vízbe, hogy a Kossuth iskola nyert, de 6 másodperccel gyengébb az idő eredménye, mint a Tóváros, úgyhogy a Tóváros nyerte az előző versenyszámot, először tehát az első győzelem. A harmadik futamig kellett várni, hát szerintem már lerágták a körmüket a tóvárosi vezetők, szülők, hogy mikor lesz meg végre az első győzelem. Ez most meg lett, és akkor nézzük a negyedikesek gátváltóját. Megjegyezném, hogy a Hétvezér most nem olyan jó eredményt futott, tehát eléggé hátul végzett az előző 9-ek lettek, tehát csak a Talentumot és a Táncsicsot tudták megverni. És ugye ezek az egy-egy betlik, ezek nagyon sokat számíthatnak a végén, amikor ugye nagyon-nagyon kevés pontok is dönthetnek a végelszámolásnál. És ugye azt arról most még nem beszéltünk, ugye, hogy nem csak ugye az összpontszámot kell... Ajaj, ott valaki elhagyta a cipőjét is, mind a kettőt, és most cipő nélkül futunk tovább. Azért szerintem majd megkapja a leszúrást a testnevelő tanárnőtől, hogy miért nem kötötte meg rendesen a cipőjét. De mezítláb keményen végigfutotta. Láttunk már ilyet. Ugye Emil Zatopek volt híres arról, hogy szeretett mezítláb futni. És nem rövid távokat, képes volt ugye maraton futni mezítláb. De arról nem beszéltünk még, amit elkezdtem, hogy ugye nem csak az iskolák versengenek úgy globálisan egymással, hanem maguk az évfolyamokon belül is, tehát lesz külön évfolyam eredményhirdetés is, és lesz a legaktívabb iskolának is az eredményhirdetése. Tehát kategória is abszolút
hogy így fogalmazzak. Így van, hogy minél több kis nebuló mehessen haza élménnyel gazdagan. Közben már ugye a második futam jön a negyedikeseknél. Közben megkapjuk az első futam eredményét, ahol nincs meglepetés, mert hogy a Tóváros repesztette a legjobb időt, 1 perc 36,1 másodperccel. Ez már csak egyébként 2 másodperces javulás a harmadikosokhoz képest. Meglátjuk, hogy most a Talentum, a Hétvezér, a Kossuth, a Tolna és a Szénatéri mire megy ezzel az idővel. De hogy nőnek a gyerekek, azért egyre nehezebb itt gyorsabban futni, tehát ugye egyre közelebb vannak nekik a gátak. Már hát azért a 5.-6. korosztályban, amikor hirtelen megnyúlik az ember, a saját maga sem tudja, hogy keze lábát hova tegye, akkor vannak is olyan nagyobb problémák a koordinációval is. Ugye ez idővel meg fog változni. És ugye itt még azért bőven-bőven előfordulhat, hogy egy hamarabb vagy másképpen fejlődő kislány, mondjuk ügyesebb, gyorsabb, mint egy azonos korú kisfiú. Aztán majd ez olyan 14 évesen nagyjából, 13-14 évesen kezd el nagyon-nagyon drasztikusan különválni, és akkor lesz... És a fiúk javára. Így van, így van. De azt hiszem, hogy nincs is ezzel semmi baj. Utolsó embereket látok már a rajtvonalnál, méghozzá Hétvezér utolsó emberét, illetve a Tolna is az utolsó emberével indul, majd a Hétvezér kapja, és fönt legfölül a Szénatéri áll az élen. A Szénatéri iskola jön az élen, és vezet, és néhány centiméter dönthetett a Hétvezér és a Szénatéri között. A harmadik helyre jön a Tolnai, a négyes pályán, és azt mondja, hogy a negyedik, ötödik helyért is nagy csata, de ezúttal a Szénatér talán egy picit hamarabb. Illetve, bocsánat, a Talentum egy picit hamarabb beér, a Szénatér pedig megnyerte ezt a versenyszám, illetve ezt a futamot. Szénatéri általános iskola, voltatok már itt ezen a versenyen? Igen, voltunk már elsőben is, és mindig másodikak lettünk. Na hát akkor most itt az ideje egyet előre lépni, nem? Igen. És te? Hát én is vele egy osztályba járok, és én még csak a másodikban jöttem hozzájuk, és én azóta jövök velük a versenyre. Na meséljetek, lányok, ugye hát itt azért nagyon sokféle feladat van, nektek melyik a kedvencetek, illetve hogy miért az a kedvencetek? Hát én a sprintet szeretem, a hosszú távút, mert az olyan bele lehet robbanni, és olyan gyors, és az nagyon jó. Te is szereted a gyors dolgokat? Igen. Na és neked? Én is szeretem a sprintet, de még szeretem a magasugrást, mert ott lehet így, ott így kiélvezem, hogy milyen magasra ugorhatok. Nekem úgy tűnik, hogy én nagyon szeretek mozogni, meg sportolni, jól látom? Igen. És mit szoktatok még ezen kívül sportolni? Én lovagolok, meg kézizek. Na, hát az nagyon szép, és te? Én meg fitkidezek. Na jó van, na és akkor ma hányadik lesz a Szénatéri iskola? Első. Igen. Arak aktív. A Hétvezér nem verte meg a Tóvárost, de hogy a Szénatér, aki megnyerte a futamot. Na nézzük. 1.36.83. Az azt jelenti, hogy az 1.36.1-el Tóváros nyert. 7 tizeddel kapott ki a Szénatéri. De megint a Tóváros nyerte, és közben jönnek már az ötödikesek. El is indultak, az első futam. Már megszokhattuk, hozzák legközelebb az István Király, Munkácsi, Tóváros, Németh László, Táncsics, és tőlünk legmesszebb a Zentai úti általános iskola növendékei versenyeznek. Jelnézve a gyerekeket, egy-két fiú tényleg mennyivel alacsonyabb, mint a lányok, mert hatalmas különbségek vannak, de nem biztos, hogy ez a kisfiú jár rosszabbul, aki alacsonyabb. Tehát a lányok a hosszú, hatalmas lábaikkal. Pokolian nehéz egyébként ezt elviselni, amikor az ember mondjuk sportol, még ilyen 12 év körül, 11-12 éves, és hát akár edzésen, akár versenyen kikap egy lánytól, tehát ez majd a későbbiekben változik. Erre jók a nagyon jó edzők, pedagógusok, hogy ezeken a gyerekek minél hamarabb átlendüljenek, illetve egy nagyon jó közösség és társaság, hogyha olyan helyre jár, legyen az atlétika, legyen kosárlabda, kézilabda, futball,
az mind-mind segíti ezeket a problémákat átlépni a gyerekeknek. Jó barátság, életre szóló barátságok kötődhetnek egy-egy ilyen csapatban. És természetesen az, hogy meghatározó élmény. És már a Tóváros az utolsó emberét indítja, mert gyakorlatilag letarolja ezt az első futamot folyamatosan. Inkább lehet, hogy pont azért nem nyerték meg az első két versenyszám, közben már a célban bent is vannak, mert nem volt igazán kivel versenyezniük, csak az idővel kellett menni, és nyilván ez éhesen egészen másképpen hat. Bent van közben a Szénatéri, bent van a Németh László is a célban, valamint a Zentai is, megérkezett a Munkácsi, és most már bent van a Táncsics is, úgyhogy mindenki beérkezett az első futamban, az ötödikeseknél is. Én annak idején, amikor én versenyeztem, én egy nagyon-nagyon rossz taktikát folytattam, nagyon nehezen tudtak leszoktatni róla az edzőim. Én a verseny napján képtelen voltam enni. Tehát semmi, tehát az a legrosszabb, hogy reggel felkelsz, és este 8-kor, amikor hazaérsz, akkor eszem. És erre nekem volt a hagyományos sportszelet, a pici, az mindig benn volt a szöges tartalmam. És hát egy pár héttel ezelőtt előkerült a szöges tartalom, és volt benne sportszelet. Nem ettem már meg. Lejárt a szavatossága. Hát én néhány évvel ezelőtt vettem elő a szögesemet újra, illetve került elő egy költözésnél. Hát abban meg még régi föld volt. Szerintem innét a közelből, a Nadapról vagy Csákváról valamelyik mezői futóversenynek a földje és füve volt benne. Hát ezek olyan szép emlékek, ugye? Így van, így van. És közben ugye az ötödik évfolyamosoknál, amíg mi itt nosztalgiáztunk egy picit, elindult a második futam. Talentum hétvezér Kossuth Tolnai, legmesszebb a Szénatéré. De, ahogy nézem, a Szénatéré és a hétvezér meccselnek nagyot. Kicsit most előrébb van a hétvezér. De csak néhány lépéssel vezet a Szénatéri előtt. A Szénatériek ugye az ötös pályán futnak legfölül, a hétvezér pedig ugye itt piros-fehérben hozzánk a második legközelebb, tehát a kettes pályán. Ha nekem is olyan szurkolótáborom lenne, mint a hétvezérnek, akkor én is biztos, hogy... Majd szervezünk. Rendben. Az utolsó emberek jönnek, hétvezér. Most már maga biztosan az élen, maga biztosan a második helyen a Szénatéri. Hétvezér a célban. Szénatér a második helyen is. Ugye jönnek az időeredmények, itt a negyedikesekhez képest van egy 5 másodperces javulás, mert hogy a Tóvárosiak 1 perc 32,1 másodperc alatt teljesítették ugye ezt a versenyszámot, az István Királyosok jöttek még be 1.40 alá, 1.39,7-tel. És jön majd a második futam. Na, a Tóváros nyerte az előző versenyszámot, az egészen biztos, mert hogy a hétvezér 2,2 másodperccel lassabban teljesítette a verseny, vagy a pályát. A Szénatér lett a harmadik. A negyedik helyen végzett az István Király, az ötödik helyen a Németh László, a hatodik helyen a Zentai, a hetedik helyen a Talentum, a nyolcadik lett a Kossuth, kilencedik a Tolnai, tizedik a Munkácsi, és tizenegyedik helyen végzett ezúttal a Táncsics, úgyhogy ők egy pontot kapnak. A Tóváros, mint élen álló, vagy győztes, 11, és így megy ugye egyesével lefele. És akkor ugye a hatodikosok, tehát a legnagyobbak a pályán. Nincs meglepetés, tehát élen a Tóváros, és valamennyire tartja velük a tempót az egyes pályán az István Király. Egy gátnyi a hátrány, és aztán legmesszebb tőlünk a Zentai, valamint még a Munkácsi az, amelyik ugye ott van az élbolyban. Így első blikre, hogyha ránézek a pályára, most egy pici rontás a váltásnál a tóvárosiaknál. És van már ugye egy összesített eredményünk is. Az eddigi versenyszámok alapján a Tóváros áll az élen 53 ponttal, a hétvezér már 11 pont hátrányban, 42-vel a második, és a harmadik helyen 41 ponttal a Szénatér, tehát itt lett egy nagy meccs a Szénatér és a hétvezér között, hiszen csak egy pont a különbség,
A Németh László 39-el a negyedik. Jönnek az utolsó emberek közben. Tóvárosiaknál már a cél van, az utolsó ember. Az István király lett a második, a Munkácsi a harmadik, és a negyedik, ötödik helyen a Táncsics és a Zentai ért célba. És akkor jön a B-futam, és ezzel a komplett első versenyszám az véget ér. Közben már egyébként azt lehet látni, hogy a következő versenyszámhoz érkeznek a legkisebbek. A második versenyszám pedig az ugrás lesz. Nézzük! B-futam! Talentum 7000, Kossuth Tolnai Szénatéri. Fej mellett, talán középen a Tolnai, mint hogyha egy picit vezetne, vagy nem is középen, ugye fölülről a második pályán fehérben. De teljesen együtt. Most, minthogyha a 7000 állna az élen, de mire ezt kimondom, azt lehet látni, hogy a Szénatén is nagyon-nagyon följött legfölül zöldben. Szinte egyszerre váltanak. A Szénatén is kislánynak annyi hátránya van, hogy jóval magasabb, így a fordulásnál picit hátrányban van, ezért tud hamarabb váltani a kettes pályán a hétvezér. A magasabb súlypont sokkal nehezebb megfordulni. Kimaradt egy gát a hétvezérnél. És a Zentai vált elsőként, és most pont az fordult elő, mert az előbb beszélgettünk, hogy egy kislány érte utol a kisfiút. Aztán most meglátjuk, mert most megint csak váltott szereposztásban a hétvezér és a Zentai, most mind a két helyen pedig lány fut. Őrájuk kell figyelni, a kettesen piros-fehérben és fönt az ötösön zöldben, de most a hétvezér ellépett egy picit. Utolsó gátak nem sikerültek jól a Szénatéri kislánynak. Utolsó előtti emberek a pályán, és most lassan jönnek a narancs megkülönböztető mezben a legjobb, vagy a legutolsó emberek. A hétvezér áll az élen, és az időeredmény, amit le kell küzdeni, az 1.33.1. A Tóváros részéről meglátjuk, hogy összejön-e. A 7000 nyer, a második helyen érkezik célba a Szénatér, és hatalmas, hatalmas befutó! Jaj, de szoros volt a Talentum és a Kossuth iskola között. Nagyon kíváncsi, hogy mekkora lesz kettejük között, vagy a két iskola között a különbség. 7000 1,2 másodperccel kikapott az első futamban induló Tóvárostól. Ugye a Tóváros nyerte a hatodikosok gátváltóját. A hétvezér, az István király és a Szénatér előtt. További sorrend, Talentum, Kossuth, a Munkácsi, Tolnai, Németh László, Zentai és Táncsics iskola. Arak aktív. A 11 iskola 6 év folyamának gátfutása után kialakult az összesített eredmény az első szám után. Ez alapján a Tóváros 64 ponttal állt ekkor az élen, megelőzve az 52 pontos hétvezér és a 49 pontos szénatéri általános iskolát. A negyedik helyen holt verseny alakult ki, a Németh László, illetve az István király 42-42 pontot gyűjtött, a Munkácsi 37, a Zentai úti 30, a Kossuth 27, a Tolnai úti 23, a Talentum 20, a Táncsics pedig 10 ponttal állt az első szám után. Arak aktív. A futás után jöhetett az ugrás, magasugrásban mérték össze tudásukat a fiatalok. Mindenkinek három magasságot kellett leküzdenie, ez az első és második évfolyamosoknál 50, 55 és 60 cm volt, a harmadikas és negyedikes diákok 60, 70 és 80 cm-t kellett, hogy átugorjanak, míg az ötödikesekre és a hatodikasokra egy 70, egy 80 és egy 90 cm-es akadály várt. Természetesen akadt olyan is, aki ugyan jól ugrott, de azért mégiscsak a futást preferálta. Neked ez az első ilyen arak aktíva? Igen. Na és majd mesélj, de nekem hogy érzed magad? Nagyon jól. Szeretsz ugrálni, sportolni? Igen. Na itt nagyon sokféle feladat van, gondolom gyakoroltatok. Melyik a kedvenced és miért az a kedvenced? Hát a sprint, mert abban vagyok a legjobb. Abszolút szeretsz így futkározni nagyon sokat? Igen. És a többivel hogy állsz? Ugye majd dobni is kell nem sokára, most ugrás van. Hát igen, az is. És szoktál mást is sportolni? Igen, úszok, futok, akrodensz, ezek meg ilyesmik. És melyik a kedvenc ezek közül, és miért az? Az úszás, mert ez teljesen megnyugtató. Na, de akkor az most nem gond, hogy itt most nem lehet úszni? Nem. Na és hogy fog szerepelni a suli?
Szerintem nagyon jól. Az ugrószám egészen kiváló eredményeket is hozott. Az első évfolyamosoknál a versenyt a hét vezér nyerte 22 sikeres próbálkozással, míg a másodikasoknál a Tóváros lett az első 24 jó próbálkozással. A harmadik évfolyamban a legjobb ugróknak a Németh László Általános Iskola diákjai bizonyultak, ők 18 sikeres kísérletet mutattak be, míg a negyedikeseknél a hét vezér nyert 24-jel. Az ötödikeseknél, illetve a hatodikasoknál a Tóváros tarolt. Mindkét korosztályban 19-19 sikeres kísérletet láthattunk. Az iskolák versenyében fél távnál, vagyis két szám után a Tóváros állt az élen 124 ponttal, megelőzve a 105 pontos hétvezért és a harmadik helyen álló 98 pontos Szénatéri Általános Iskolát. Az István Király volt a negyedik 90 ponttal, mindössze egy egységgel megelőzve az ötödik Munkácsit. 86 ponttal hatodik a Németh László, hetedik a Kossuth 63, nyolcadik a Zentai úti 55 ponttal, kilencedik helyen állt a Tolnai úti 47 egységgel, tizedik a Talentum 39, tizenegyedik helyen pedig a Táncsics állt 30 ponttal. Arab aktív. Az ugrások után a dobások kerültek előtérbe, hiszen jött a kislabda dobás, mellyel pontosan kellett célozni, és le kellett lőtni a felső két kockát. Ennek a számnak is megvoltak a maguk favoritjai. Melyik a kedvenc számotok? Ugye van azért négy, tehát lehet válogatni. Melyik a kedvenc, és miért az a kedvenc? Hát nekem a futás, mert szeretek futni, és nagyon gyorsan futok. És neked? Nekem a kislabda dobás, mert abban vagyok a legjobb. Na majd most jön a kislabda dobás, gyakoroltad sokat? Igen. És hogy ment a gyakorláson? Nagyon jó. Mit sportodok? Szoktatok más is csinálni? Igen, én focizok a Videótonban már 6 éve. Na és te? Én pedig teniszezek a Babiankán. Ugye mostában azért nagyon sok gyerek a számítógép előtt ül, de azért tudod, akkor ti azért nem csak azzal foglalkoztok. Nem, először tanulok, mert 2 órákor hazamegyek az iskolából, tanulok, és utána megyek foci edzésre, és ha van időm, akkor kint játszok a kutyámmal. Na, az nagyon jó, és te? Én is hazamegyek, tanulok, aztán kimegyek a kertbe egy kicsit focizni. Na, akkor szeretném hallani, hogy szerintetek ki nyeri ma a versenyt? Szerintünk mi fogjuk. Míg a gyerekek igyekeztek pontosan célozni, Hirt Károllyal, az Arak elnökével, az első Arak aktív generációról beszélgettünk. Versenybíráskodó gyerekek között, tanítványaink között vannak olyanok, akik egykor versenyeztek, mint aktívos iskolai csapattag, és most már ők segítik, és ők a versenybírók. Ez egy, én azt gondolom, hogy teljes, itt bezárul a kör. Tehát versenyző, aztán versenybíró lesz, aztán majd lehet, hogy valamikor edző lesz, és lehet, hogy majd 20 év múlva fogja csinálni ezt a programot. Ez lenne egyébként az igazi szép történet. A kislabda dobás során az elsősöknél a legpontosabban célzó iskolának a Tóváros bizonyult 24 sikeres találattal, ezzel 11 pontot gyűjtött az iskola. A másodikasoknál a Munkácsi volt a legjobb, 25-ször találtak célba a fiatalok, míg a harmadik osztályosok versenye a Tóváros sikerét hozta 26 találattal. A negyedikeseknél a hétvezér bizonyult a legjobbnak 25-tel, az ötödikeseknél a Tóváros nyert 30 pontos dobással, míg a hatodikasoknál holt verseny alakult ki, nem is kettes, hanem rögtön hármas, a Talentum, a Munkácsi és az István Király nyert 24-24 pontos dobással. Három szám után az összetett versenyt a Tóváros vezette 173 ponttal, 20 egységgel megelőzve a hét vezért, míg a harmadik helyen 138 ponttal az István Király állt. Mindössze egy ponttal maradt le ekkor a dobogóról a Szénatéri 137 ponttal, de 135-tel ott volt a dobogósok nyakán a Munkácsi is. A hatodik helyen a Németh László Általános Iskola állt 104 ponttal, 103 pontja volt a Kossuthnak, 88 ponttal holt versenyben állt a Zentai és a Talentum, 67 pontos volt a Tolnai úti Általános Iskola és 59 pontos a Táncsics. Arab aktív. Már készülnek a sprintváltozók, két kört kell futni, nincsenek gátak, nincsenek akadályok, igazi hihetetlen gyors verseny lesz ez. A hatodik osztályosoknál a Talentum is 24 pontot szerzett, így hármas holtverseny az élen, az István Király, Munkács és a Talentum között. A Tóváros 17 pontot szerzett, és ezzel még a Kossuth, a Szénatér, valamint a Zentai is bekerült elé, úgyhogy a hatodikosoknál olyan nagyon fényesen nem szerepeltek. Majd meglátjuk mindjárt az összesítést a sprintváltó előtt, remélem, hogy megkapjuk. A B futam kezdi majd az elsősöknél a versenyt. Egyes pályán hozzánk legközelebb a Szénatér, kettesen a Táncsics, hármason a Zentai, négyesen a Talentum, ötösen pedig a Tolnai úti iskola vesz majd részt. Ugye itt is előfordulhat, hogy valaki a második, hogy a effektíve
kevésbé erősnek titulált B futamból nyer, hiszen itt is az idővel küzdenek majd a csapatok. Kettő kör, hozzánk legközelebb a szénatéri zöldben, fölötte a Táncsics kékben, aztán a zentai neonzöldben, a Talentum kékfehérben és fehérben a tolnai. És ugye itt majd kialakul a végeredmény, azonnal lehet majd látni. Nagyon-nagyon picikék és nagyon-nagyon gyorsak fürgék az elsősök. Középen a zentai vezet, ugye neonzöldben. Két kört kell futni, tehát nem egyet, mint a gát váltónál, hanem kettőt, meg kell kerülni a pálya végén a bóját, és aztán lehet visszafutni. Megvan az első váltás, az élen tehát a zentai. Most a saját papíromat le is fordítom, hogy ne zavarjon meg. Öt váltó tehát. És itt majd a két futam alapján kialakuló eredménynek köszönhetően ugye egy végeredményt is lehet majd hirdetni. Hiszen ugye ez a mai nap utolsó versenyszáma. Ugye, ahogy megszokhattuk, narancsárga megkülönböztető mellényben futnak az utolsó emberek. Az adhat majd nekünk egy támpontot, de hát még négyen. Na, megküzdülöm a torkomat. Tehát még négyen várakoznak a narancsárgák előtt a legtöbb helyen. Valahol már csak ugye hárman, továbbra is egyébként a zentai áll az élen. És ők váltanak majd következő kör után első helyen, de jönnek mögöttük a többiek, a Táncsics, és van most már egy összesített állásunk, amiből az derül ki, hogy 173 ponttal a Tóváros vezet nagyon-nagyon magabiztosan, tehát 20 ponttal előzi meg a hétvezért, tehát nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ismét a Tóvárost nevezhessük bajnoknak. Aztán 138-3. az István király, 137-tel 4. a Szénatér, tehát nagyon-nagyon szoros, főleg, hogyha ide veszük, hogy 5. helyen áll a Munkácsi 135 ponttal, nagyobb szakadék, hiszen Németh László 104 ponttal a 6., 103-mal 7. a Kossuth iskola, hihetetlen szoros, aztán 8. 88 ponttal két másik iskola, de mire én odaértem volna, addigra elvették a képet, de azt hiszem, hogy a Kossuth és talán a Tolnai volt a 288 pontot, de butaságot azért nem akarok mondani, hogy ezt ne vegyék készpénznek. Most már az utolsó előtti emberek készülődnek. Sőt, a zentainál már az utolsó előtti ember fut. Egyet emberke. Még egy kör a zentainak, és jöhet a befutó ember. Egy-egy oldalra pillantás, hogy ki hol tart, és egy nagyon szoros vezetnek. Nagyon vezet az zentai, tehát még csak egyedül ők vannak narancsárgával a pályán. Most majd tőlünk legtávolabb a tolnai, és hozzánk legközelebb a szénatéri. Ők küzdenek egyébként nagyon-nagyon a második helyért. Össze is néz a két kislány a két legtávolabbi pályától. A zentai nyer magabiztosan, és a két távos, két egymástól messze lévő pálya, a szénatér és a tolnai küzdenek a második és a harmadik helyért. A szénatér a második, a tolnai a harmadik, megvan a negyedik, a talentum, és az ötödik helyen a táncsicsosok érkeznek célba. Hozzánk legközelebb Kossuth iskola, István király, hétvezér, Tóváros, Németh László, és fönt a hatoson, piros-fehérben majd a Munkácsi. Indul tehát az elsősök sprintváltója, az elsősök sprintváltójának második, vagyis aljelő futama. És ugye, ahogy mondtam, itt is előfordulhat, hogy valaki a második futamból megelőzi az elsőt. Ezen az első futamon megelőzi a másodikat. Egyelőre nagyon együtt mind a hat fiatal emberke.
talán hozzánk legközelebb a Kossuth iskola vezet, de ott van rajta a hétvezéres. De hát gyakorlatilag hatan teljesen egyszerre, most középen a hétvezér egy picit ellóg, piros-narancsárgában lehet őket látni. Még egy fél kör, és lehet leadni a váltást, és aztán jöhetnek a harmadik emberek, a hétvezér vált az élen, a Tóváros és az István király fej mellett, most a Tóvárosos kisfél picit ellépett az István királytól, és megy a hétvezéres kislány után, nagyon-nagyon lépésről lépésre dolgozza le a hátrányát a kisfiú, hétvezér Tóváros még a sorrend, és ez a fordulás után is marad, most veszi át a vezetést a Tóváros a hétvezérrel szemben, de szinte egyszerre a váltás, két lépés, három lépés előnye van a Tóvárosnak a hétvezérrel szemben. Nagyon-nagyon izgalmas lesz ez a küzdelem is, hiszen most pedig a hétvezér jön egy picit vissza a meccsbe, és dolgozza le a hátrányát. Hétvezér Tóváros az élen a két középső pályán, hozzánk közelebb a hétvezér, egyen fölötte a Tóváros. Teljesen egyszerre lesz megint a váltás. Még egyszer épp, hogyha lehet ilyen furán fogalmaznom, mint az előbb, még közelebb egymáshoz a két iskola. Most a hétvezér áll az élen, még egy kör a srácoknak, és picit talán kezd ellépni a hétvezér a Tóvárostól, ki is néz oldalra. Az élen álló fiú, aki picit félborította a megkerülendő bóját, ezzel veszített néhány tized másodpercet. Megint szinte egyszerre a váltás, most egy fiú láncsata, megint összenéznek a versenyzők, fej mellett hétvezér Tóváros, nagyon-nagyon szoros, és majd rövid ő utánuk, az utolsó előtti emberek jönnek, megint a hétvezér áll az élen, de ugye ne felejtsük el, az órával is kell meccselni, hiszen az előző körben 3.28-al az Entai végzett az élen, tehát ennél kell jobban mennie annak, aki meg akarja nyerni ezt a versenyszámot. Most nagyon nagy az előnye a hétvezérnek a Tóvárossal szemben, ez a váltás rosszul sikerült a tóvárosiaknak, vagy mondhatom úgy is, hogy jobban sikerült a hétvezérnek. Hétvezér az élen, de jön vissza a Tóváros, megint az van, hogy méterről méterre dolgozza le a hátrányát a hétvezér, csak most a Tóváros, csak a fordulás nem sikerült annyira jól. Jönnek az utolsó emberek, őrületes a hangzavar, hajrá hétvezér, hajrá Tóváros, hajrá Kossuth iskola. Mindenkinek jön a buzdítás a pálya széléről, az élen a hétvezér, nagyon-nagyon szoros lesz, nagyon szoros lesz, jön az utolsó fordulás, ez jobban sikerül most egy picit a Tóvárosinak, de a hétvezér az élen, és a hétvezér nyeri ezt a futamot, és meglátjuk, hogy a versenyszámot is, az összes többi pályán már szintén kint a narancsárga versenyző, érkeznek a célba, a Németh Lászlót egy picit megelőzi a Kossuth iskola, és így a Kossuth iskola lett a harmadik, a Németh László pedig a negyedik, és még megy a kettesen az István király. Illetve bocsánat, az István király beért a célba, a Kossuth iskola. Akkor ugye itt a két kör miatt egy picit megzavarodt, dupla pontszámok tehát. Itt egyébként az első söknél a Tóváros vezetett 29 ponttal, a hétvezér előtt 28 ponttal. Mivel azonban azt tudjuk, hogy a hétvezér megverte a Tóvárost itt, és dupla pontokat osztanak, az egészen biztos, hogy a hétvezér itt megelőzi a Tóvárost, és mivel nagy az előny, nagy valószínűséggel tartom, hogy itt az első söknél a hétvezér nyert. 22-szeres magyar bajnok, hogy érzi magát ennyi gyermek között, a jövő az utánpótlás között? Nagyon jól, hiszen duplán izgulok, nagyon sok csapatban vannak olyan gyerekek, akik hozzám járnak. Most már az első évfolyamban is, hiszen beindult az Arakocska, úgyhogy egyre több gyereket tudunk bevonni a programunkba. Atlétika Székesfehérváron utánpótlás szemszögből így nézve, hogy áll? Ugye az Arak Aktív meg az Arakocska, hogy te is mondtad, egy nagyszerű alap lehet. Hát igen, arra törekszünk, hogy minél több gyereket úgymond bevozzunk az atlétikába, és egyre népszerűbb is. Jó híreim vannak, beszélgettünk jó pár gyermekkel. Két kislány mondta, hogy neki az ugrószámok, hát az a mindene. Hát igen, minden szetnek maga felé hajlik a keze, nekem is természetesen az ugrószámok a kedvenceim. Nagyon sok ügyes gyereket láttam a felugrásoknál. Mai versenyszámon hogy láttad, melyek voltak a kedvenc versenyszámok a gyerekeknek, melyeket szerették talán a legjobban? Én úgy látom, hogy mindegyiket szeretik és élvezik. Nyilván az egyik leglátványosabb a kislabdahajítás, amikor borulnak a kockák.
de izgalmas és látványos szintén a felugrás, hiszen nyomon követhet több, mint régen a felugrások. És végezetül azért ugye nektek hatalmas munkátok van ebben a rendezvényben, ugye az Arak gyakorlatilag minden versenyzője, vezetője, edzője részt vesz benne. Hogy képzeljük el mondjuk csak a döntőt tekintve, mennyi idő megszervezni, összeállítani egy ilyen programot? Hát így nem is tudnám órákba összeszámolni. Az egész hetünk, illetve az elmúlt hetek ezzel teltek, hogy folyamatosan ütemezve csináltuk, készítettük elő a felszerelést, illetve a jegyzőkönyveket, tehát egy elég komoly szervezési munka. De nincs mese, megérte? Igen. És akkor induljon a második osztályosok, második évfolyamosok B-futamának sprintváltója. Most még a célfotót nézik az elsősöknél. Az előző futam olyan szorosra sikeredett, hogy videóbírót kérnek, hogy kiderüljön, ki melyik helyen ért be a célba. Sólyom szem. Akkor megvan a második futam, A futam beosztása is. Az egyes pályán a Németh László fog futni, a kettesen a Hétvezér, a hármason a Tóváros, négyes Szénatér, ötös Munkácsi, és a hatos pályán az István Király fog rajtolni. Indulhat a második osztályosok B futama, és közben jönnek majd az elsősök eredményei is. Meglátjuk, hogy ott mi lett, és akkor itt végeredményt is tudunk majd mondani. Összesített végeredmény. Ugye 3.28-at ment az Entai az első körben, és ennél jobbat ment a Hétvezér szerintem. 3.17! A Hétvezér nyeri a versenyszámot, és a Hétvezér nyeri az első osztályosok versenyét, hiszen ezzel a Tóvárost megelőzi, ha csak egyetlen egy ponttal is, de ők végeznék az élen, méghozzá 40 ponttal, hogyha jól számolom. Közben egyébként mennek lent ugye a másodikosok, de most nagyon kíváncsi vagyok, hogy az elsősöknél akkor mi a hivatalos végeredmény. De én azt hiszem, hogy kijelentető, hogy a 7000 nyerte az elsősök versenyét a Tóváros előtt. Némi meglepetés tehát rögtön a legkisebbeknél. Itt pedig még mindig nagyon messze a vége, és elég nagyok a távolságok a másodikosok B futamánál. És meg is van, igen, de 7000 nyerte 50 ponttal, tehát nem 40-nel, 50-nel az elsősök versenyét, és mögötte végzett 49-tel második helyen a Tóváros, de hát majd minden eredményt megkapnak a kedves nézők a képernyőre is, amint véget ér a sprintváltó is ezzel az Arak Aktív sportos része. Ha minden igaz, akkor legelől a Kossuth iskolába. Talán a Talentum. Igen. Kossuth iskola és a Talentum. De a kettesen a Tolnai van. Bocsánat, a Tolnai. A saját írásomat nem tudom elolvasni. A tímetős iskolák, a Tolnai, Talentum, én is keverem, úgyhogy ezzel az ég egy ott a világon semmi probléma nincsen. Majd egyébként kristálytiszta képet úgyis akkor látunk, amikor a narancsárga mezesek indulnak. Hol indul a leghamarabb, de mindenhol már csak egy ember áll a narancsárga mezes előtt, tehát ez azt jelenti, hogy szoros a viadal, szoros a meccs. És nagy küzdelem várható. Az utolsó emberek készülődnek a Tolnai iskolánál. Nézzük, hol indul, vagy leghamarabb a narancsárga, mondom, az ad nekünk egy támpontot, de Tolnai lesz az. És így van, a Tolnai az élem, de fönt a négyesen a Kossuth iskola is indul lassan. De a Tolnai nagyon vezet, a Tolnai ezt most nagyon meg fogja nyerni, ezt a futamot. Elindultak fölötte egyébként a Táncsis és a Kossuth iskola is. És most már pályán mindenhol a narancsmezes. És megvan tehát a Tolnai, nyeri a második osztályosok első futamát, és majd a Kossuth iskola lesz, ha minden igaz, a második.
így van, és akkor az azt jelenti, hogy a talentum, illetve bocsánat, a Táncsics, tessék, egy újabb tébetűs, ott a harmadik. Jönnek már a második futamosok, ők állnak ugye az összesített versenyben a legjobb hat pozíciójában. Hétvezér, Tóváros, tehát Németh László, Hétvezér, Tóváros, Szénatéri, Munkácsi és István Király. Ez a sorrend tehát, vagy ez a rajtlista hozzánk legközelebb, a Németh László. Megint nagy meccs várható szerintem, hiszen itt például az élen az első helyen a Szénatér áll, érdekes ugye, a második helyen pedig a Munkácsi és a Tóváros volt verseny, mert nagyon nagy küzdelem lesz itt, én azt hiszem. A belső pályákat érdemes figyelni tehát, ahol a Szénatér, a Tóvár és a Munkácsi egymás mellett, Tóváros a kettő, hármason, Szénatér a négyesen, Munkácsi az ötösön. Jelenleg a Munkácsi fejem hoppá, ott és ott elrontotta, így van. Azt nem, és a Szénatéri volt, bocsánat, mert az a négyes pálya. Elfelejtett, hogy két kör kell futni. De ettek ellenére az élen vált, úgyhogy... De majd a végén kiderül, hogy ez a kis 1-2 másodperces intermezzo, ez mennyit számíthat. De továbbra is az élen a zöldmezesek, a Szénatériek tiszta zöldben. Viszont nagyon-nagyon jönnek utánuk a többiek, talán egy picit az István Király iskola az, amelyik egy nagyon picit lemaradt itt most a többiektől. Megvan az első helyen a váltás a Szénatérnek. Vezetnek maga biztosan. Azt nézem, hogy 3.12.9, 3 perc 12 másodperc és 9 tized másodperc. Ez az az időeredmény, aminél jobbat kell mennie itt annak a iskolának, amely nyerni akar. Fej-fej mellett a Szénatér és a Tóváros. Egyszerre a váltás, jobban sikerült a váltás a Szénatérnek. Jobban sikerült. És most a Tóvárosnak nem a hétvezérrel kell meccselni, hanem a Szénatérrel. És ez érdekes, hogy különböző évfolyamokon mindig más és mással kell küzdenie, de mindig a Tóváros van ott, és ez jelenti azt, hogy ez eredményezi azt, hogy összesítésben ugye ők állnak nagyon-nagyon azért, jaj, de rontották a váltást a Tóvárosnál, Fodor tanárul nagyon-nagyon ideges. Eldobták a váltó karikát, és így visszajöttek rájuk a Németh László és a hétvezéres futók, a Szénatéri kislány vezet, és az iskola is ezzel együtt ugye az évfolyam versenyében. Most jön majd a váltás, és az élen tovább is a Szénatéri, de most már nem a Tóvárosra kell figyelni, hanem hozzánk legközelebb a Németh Lászlóra, valamint egyen fölött a kettes pályán a hétvezéresekre, de a Szénatér továbbra is őrzi rajtóta megszerzett előnyét, illetve vezetését, az előnyet folyton változik, hol kisebb, hol nagyobb. Jön majd a váltás. Németh Lászlós kisfinak sikerült belegabajodni a megkerülendő kis botba az előző futamnál. Nagyon nagy a verseny, utolsó előtti emberek a pályán, tehát jönnek majd lassan az utolsók. Továbbra is az élen a Szénatér, és aztán most már ott van a Tóváros is, nagyon-nagyon közel, és egyen lejjebb pedig a hétvezér. Hatalmas a küzdelem, szinte egyszerre lesz a váltás. A Tóváros honnék jött vissza, honnék jött vissza? Hatalmas küzdelem, két kör, jobban kezd a Tóváros. Tóváros, Szénatér, nagyon nagy a küzdelem, nagyon nagy a csata. Többen fogják is lenne a fejüket, elképesztő, és a harmadik helyen jön még a hétvezér. Tóváros vagy Szénatér, Tóváros lesz ez. Tóváros, és figyelni kell a második helyért, a Szénatérnek a célfotó lesz majd a Szénatér és a hétvezér között szerintem. Nagyon nagy csata volt. Hát ez nagyon-nagyon szép utás volt. És emlékezz vissza, hogy ugye rontott ugyan a Tóváros, de előtte rontott egyet a Szénatér is. De annak volna ellenére, hogy azért vannak ezek a kör alakú karikák, hogy könnyebben át tudják adni a gyerekek, mint a hagyományos váltóbotot,
Hát én úgy gondolom, hogy a mai nap több ilyen boteldobást is láttuk, mint eddig valaha szerintem. Mint hogyha a 90-es évek végi magyar férfi sprintváltókat láttam volna, hogy akik rendszeresen haigálták a különböző világeseményeken a botokat, pedig képességek alapján ugye ott lett volna esély jó szereplésre. Ugye német Rolandékról van szó. Megvan a harmadik osztályosok B futamának futambeosztása, az egyes pályán a Tolnai úti általános iskola, a kettesen a Zentai úti általános iskola, a hármason a Szénatéri, négyesen a Talentum és az ötösen a Táncsics Mihály fog futni. Na most már tényleg indul. Az újabb futam, az újabb B futam a harmadik osztályosoknál is, közben jönnek az eredmények. A másodikosoknál, hogy majd erre is kitérünk, de nézzük közben addig, hogy hogyan futnak a B futamban a harmadik osztályosok. Az egyesen a Tolnai úti általános iskola vezet nagyon. Így van, a kettesen az Entai fut, a hármason a Szénatéri, a négyesen a Talentum, az ötösön pedig körünk legmesszebb kékben a Táncsicsosokat láthatjuk. És az látszik, ugye, hogy a Tóváros nyerte 3-0-9-el, 3 perc 9,8 másodperccel a másodikosok versenyét, és a Szénatér lett a második, ugye, egy másodperccel lemaradva. És hát mindjárt megtudjuk majd, hogy itt kinyerte, ugye, itt az élen a Szénatér állt, és szerintem ők nyerték, hiába a Tóváros egy dupla pontokat kap, éppen, hogy szerintem lemarad egy... Nem, nyert a Tóváros a német, a Tóváros nyert, így van. A Szénatér itt megelőzve egyetlen egy ponttal, 51-50, a harmadik helyre pedig a hétvezér került 43 ponttal. Hát a Szénatér, egy pont a Tóváros mögött. És közben ugye futnak a harmadik osztályosok a B futamban. Ugye ők állnak a 7.-11. helyen. A kettes pályán futó Zentai úti általános iskola vezet a legjobban. Nagyjából igen, az lehet, de ugye még két versenyző vennáll úgymond a rajtgépben, a rajtvonal mögött, az utolsó emberek előtt, és ugye majd az utolsó embereknél látjuk teljesen tisztán, ugye hát a B futamosoktól ennyiben elnézést kérünk, ugye mindig ilyenkor kapjuk meg az összesített eredményeket, végeredményeket, úgyhogy ilyenkor azért elveszítjük egy picit a fonalat menet közben, de aztán föl tudjuk venni, ennek ez az a tanácsárgam, ez előnye. És ugye remek a színválasztás, hiszen kitűnik a tömegből ez a narancsárga. Utolsó előtti emberek a pályán, hogy ez is segítség, és itt nyer igazolást az, amit mondtál, hogy a Zentai vezet a Szénatér előtt. Ugye érdekes, hogy a Szénatér a másodikosoknál az első futamban volt teljesen esélyesként, és mondtuk, hogy egy ponttal maradtak csak a Tóváros mögött. Itt viszont ugye csak a B futamba, a kevésbé jó futamba kerültek be. És az Entai úti iskolában elindult az utolsó versenyző, kis narancsárga felsőben, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesen kezdett, és nagyon gyorsan fut. Hát a második futamosoknak majd azért küzdeni kell, mert ma elcsúszott. Föl van adva a lecke. Hát egy embernyivel nyertek, egy fordulónyival, tehát azért ez nagyon-nagyon jó futás volt. Nyeri tehát az Entai ezt a kört a Szénatér és a Talentum előtt. A negyedik helyen a Tolnai, az ötödik helyen pedig a Táncsics ér célba, és jönnek majd az alfutamosok. Jön tehát a harmadik osztályosok alfutama. Egyes pályán a hétvezér, kettesen az István Király, hármason a Kossuth iskola, négyesen a Tóváros, ötösen a Munkácsi, tőlük pedig legmesszebb fönt a hatos pályán a német László iskola. Ők állnak tehát az élen. Ebben a pillanatban elindult tehát a harmadik osztályosok alfutama. Mindenkinek két kört kell futnia itt is. Meglátjuk ugye,
Itt egyébként a harmadikosoknál az élen a Tóváros áll 31 ponttal, a második helyen 26-tal a Kossuth iskola. Hát több iskolának is be kéne furakodni a Kossuth és a Tóváros közé, hogyha a Kossuth akarna nyerni. Fönt tőlünk legmesszebb váltott az élen a Németh László egyelőre, és ők vezetnek, a második a Tóváros jelenleg, és a harmadik helyen pedig a Tóváros alatt futó Kossuth iskola. De egyelőre továbbra is Németh László az élen. Teljesen egyszerre a váltás. Németh László, Tóváros. Tóváros a négyesen, Németh László fönt fehérben a hatoson. És a Kossuth iskola még ugye egyen lejjebb a hármason, aki ott van a dobogóért folytatott csatában. Most már az élen a Tóváros. És nagyon jön a Kossuth iskola, ők is megelőzték a Németh Lászlót. De így sikerült szinte teljesen egyszerre váltani a második, harmadik helyen a Németh Lászlónak és a Kossuth iskolának. A Kossuth iskola itt hozzánk közelebb a hármas pályán, olyan ilyen Barcelona színekben. De a Tóváros nagyon-nagyon vezet, nincs meglepetés tehát, és ha itt folytatják, akkor megnyerik a második, után a harmadik évfolyamosok versenyét is. Élen tehát a Tóváros. Egyelőre nem tud senki vele szólni a Tóváros magányos futásába. De a második, harmadik helyen nagyon nagy a csata a Németh László és a Kossuth iskola között. Hétvezér, vagy a Tóváros az élem. A hétvezéresek elrontották egy picit a váltást. Tóváros tehát az élen, az utolsó előtti emberek jönnek most már. Ebben a pillanatban elindul az utolsó előtti ember a Tóvárosnál, és most elindul majd az utolsó előtti ember a Németh Lászlónál, és most már a Kossuth iskolánál is meg, valamint a Munkácsinál is, de most a Munkácsi rontott egy picit a váltáson. Jönnek az utolsó emberek. Tóváros nagyon-nagyon magabiztos vezetéssel indul az utolsó emberrel, és fönt nagyon-nagyon együtt a két iskola, a Németh László és a Kossuth, a Németh László egy picit előrébb. A Tóváros biztosan nyeri ezt a fordulót, vagy ezt a futamot, meg a harmadik évfolyamosok versenyét is. A második, harmadik helyért óriási csata. A Kossuth iskola hozzánk közelebb, a Németh László egyenfélyebb, a Németh László a második, a Kossuth pedig a harmadik. A negyedik helyért is hatalmas csata, ezt pedig hozzák legközelebb a hétvezér nyerte a Munkácsival szemben. Jön majd a negyedik osztályosok B-futama, és ezzel párhuzamosan ugye a harmadik osztályosok eredménye is. Elindult ebben a pillanatban. Egyes pályán hozzánk legközelebb a Tolnai, fölötte kettesen a Kossuth, hármason az István Király, négyesen a Talentum, és az ötös pályán tőlünk legmesszebb kékben a Táncsics iskola itt a negyedik osztályosok B-futamában. Ha jól látom, igen, akkor középen vezet az István Király ebben a futamban. És azt lehet közben látni, hogy megjöttek az eredmények, hogy jönnek folyamatosan az eredmények az előző és a harmadik osztályosoknál. Itt azt lehet látni, hogy a 7307-01-el Tóváros nyert. Tóváros nyert 256-tal, ugye így van, most ez is megérkezett. És jön mindjárt a hivatalos végeredmény is. A Kossuth iskola és a Németh László között egy tized döntött a Németh László javára. Összesítésben pedig a Tóváros nyerte a harmadikosok versenyét 53 ponttal, második lett 44-gyel a Kossuth iskola, és harmadik lett a Németh László 43 ponttal, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés döntött, de nagyon-nagyon gratulálunk a győzteseknek, az érmeseknek és mindenkinek, aki ma itt versenyzett és már befejezte. Közben érkezett az asztalhoz föl, nem tudom honnét, egy papucs. Egy cipő. Egy cipő. Aha. Jó
foglalkozzunk a pályán zajló eseményekkel, mert ezt túléltük, ezt a cipőt, ami majdnem fejbe talált minket. Rövidesen jönnek majd az utolsó előtti emberek, és azt lehet elmondani, hogy az István Király vezet továbbra is középen. Ugye itt a negyedik osztályosok B futamában, ugye ők állnak a 7.-11. helyen. És majd ugye nem sokára jönnek az utolsó emberek is. És aztán majd jön a negyedik osztályosok A futama, és akkor már csak két évfolyam, vagyis négy futás lesz hátra itt a Narak aktív 9. városi döntőjén a 2014-es év tavaszi döntőjében. Fel is soragoztak az utolsó emberek minden egyes csapatban, tehát itt nagyon-nagyon kiegyenlített futásról van szó. Szépen narancsárgálik minden, és az élen a Kossuth iskola mögötte a második helyen az egyesen futó Tolnai Jóti. De még egy kört menni kell, nagyon-nagyon szoros, és a Tolnai átvette a vezetést. Sokkal jobban sikerült a fordulás. A Tolnai az élen, és nyer is a Tolnai. Itt hozzánk legközelebb a Kossuth iskola. Az István Király által. Igen, az István Király lett a második. És aztán jönnek szép sorban a többiek. Ugye itt azt lehet elmondani a negyedik osztályosoknál, hogy az élen a hétvezér áll 31 ponttal, második helyen 27-tel a Szénatéri, harmadik a Tóváros 24-jel, nagyon lemaradva, meglepetés, negyedik a Zentai 21 ponttal, ötödik 20 ponttal a Munkácsi, tehát itt azért még nagyon sok minden nyitott, már nagyon vezet a hétvezér a Szénatér előtt. Én nem tudom, én ezeknél a sprintváltóknál én el tudnék képzelni egy futóórát, hogy legalább a minden egyes futamnak az első beérkező eredményét úgy nagyjából tudjuk, hogy körülbelül ki hol érkezik be, és el is rajtolta. Hát reméljük, hogy futam. Tölgyesi előtt hallgatsz minket, és akkor vetted listát Niki üzenetét, hogy a következő őszi fordulóra majd egy futóórát légy szíves eszközölnéd a Köfén sportcsarnokba. Középen ugye a Szénatéri áll az élen tiszta zöldben, de hát egyelőre még nagyon-nagyon együttő mindegyik váltó. Az látszik, hogy a Szénatér az élen, a Tóváros pedig a második helyen, most ott volt egy kis csúszás. Most jön majd az újabb váltás, a második váltás, Szénatér az élen. Mögötte négyen teljesen egyszerre az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös pályán, vagyis a Németh László, Zentai, hétvezér, Tóváros, a Munkácsi egy picit lemaradt. Óriási a verseny, mert most a Tóváros följött egészen a Szénatéri kisfiú nyakára. Ugye itt még életkorban, amiről beszéltünk korábban, a lányok utolérik a fiúkat, és már a Tóváros az élen. A Szénatér a második helyen, és ugye itt a hétvezér vezet összesítésben. Nézzük a hétvezéresek, ugye hol állnak, hétvezér a 4-es pályán fut. Tehát Tóváros alatt egyel, most a második helyen állnak, hogyha jól látom, a Tóváros mögött. A Tóváros, hát elsőnek a hétvezér a második helyen, a Szénatér és egyel lejjebb a Zentai, a harmadik és a negyedik helyen. Tóváros vezet továbbra is, a hétvezér pedig. Igazából ezt, hogyha ezt a második helyet megtartja, akkor nyugodtan várhatja az eredményhirdetést. Hiszen ugye nagyon vezetnek 4 ponttal összesítésben. Továbbá is a Tóváros az élen, most már az utolsó előtti emberek állnak a rajt vonalon. És jönnek majd az utolsó előtti váltások. Na nézzük az utolsó előtti váltás ki hogyan sikerül. Tóváros az élen, hétvezér a második helyen, néhány lépés a különbség, Szénatér és Zentai a harmadik, negyedik helyen, ott is lesz egy nagy küzdelem még, utolsó előtti embereknél járunk. Fej-fej mellett is. Mellett a két lány, és szinte egyszerre fordulnak ez a váltás, ez nagyon-nagyon szoros lesz. Ez a 4-es pályán a hétvezér. Nagyon-nagyon jól váltott. Nagyon jól váltottak. De nagyon ügyes a Tóvárosi fiú, nagyon-nagyon gyors.
A fordulás a kérdés, én azt hiszem, hogy kinek hogyan sikerül. Fej mellett, hozzánk közelebb a négyes pályán, a hétvezér egyen fölötte a Tóváros. Hétvezér Tóváros a sorrend, és ezzel a hétvezér nem csak az utolsó versenyszámot nyeri meg, hanem az egész negyedik évfolyamos külön verseny, tehát az évfolyamoknál, a negyedik osztályosoknál a hétvezér végzett az élen, ez így egészen biztos. Az ötödik osztályosok futambeosztását is megkaptuk. A B futamban az egyes pályán hozzánk legközelebb a Táncsics Mihály fog rajtolni, a kettes pályán a Németh László, a hármas pályán a Talentum, négyesen Kossuth Lajos, ötösön a Tolnai. Ebben a pillanatban el is indultak. Ugye az ötödik osztályosok a majdnem legnagyobbak, és közben megvan a végeredmény. A negyedikeseknél, ahol ugye a futást a 7000 nyerte 2:56-tal, 3 tizeddel megelőzve a Tóvárost, és ez azt jelenti, hogy összesítésben a 7000 végzett az innen 53 ponttal, a második helyen a Szénatéri végzett 45 ponttal, harmadik a Tóváros 44-jel, tehát ez a negyedik osztályosok végeredménye. Gratulálunk mindegyik iskolának, és itt érdekes ugye, hogy a Tóváros fogalmazhatok így, a székesfehérvári Real Madrid vagy Barcelona, kinek hogy tetszik, csak a harmadik helyen végzett. Közben a pályán vezet a kettesen a Németh László általános iskola, utána a négyes pályán futó Kossuth Lajos általános iskola van, és utcahosszal veri eddig a Németh László a többieket, tehát majdnem, hogy egy váltásnyival már előrébb vannak mind a többiek. Nél ők azok, akik éppen, hogy nem fértek ugye be ezek szerint az első futamba. Már ugye 8. helyen állnak, tehát két iskolát is meg kellett volna még elézniük ahhoz, hogy bekerüljenek a legjobb hatba. Itt egyébként ezen az évfolyamon a Tóváros vezet 33 ponttal, és majd mindjárt, hogyha visszakapjuk azt a képet, akkor azt is meg tudom mondani, hogy ki előtt és mennyivel. De most tehát az ötödik évfolyamosok a B-futama zajlik lent. Ugye az utolsó előtti emberek, tovább is a Németh László vezet, ahogy én látom, és tényleg nagyon nagy előnnyel. Jöhet majd az utolsó előtti váltás nem sokára. Több helyen is már ugye erre készülnek. Németh László hozzánk legközelebb, és a Tolnai iskola a négyes pályán utolsó előtti emberekkel, tehát hogy megszokhattuk, narancssárgában jönnek majd az záró emberek. Elindult tehát a Németh László és a Tolnai narancssárgában, ők küzdenek az első helyért ebben a futamban, még egy kör hátra van, Tolnai hozzánk közelebb, illetve a Németh László hozzánk közelebb, Tolnai tőlünk távolabb az első két helyen. Tolnai nyer. A Németh László nyer, bocsánat, és a Tolnai a második. Németh László nyer, de a négyes pályán értek ből, az a Kossuth. A négyes pálya ért be másodiknak. Ó, ennyire elcsúsztam volna, így van. Hát akkor elnézést. A ötödik osztályosoknál az első hat helyen állok. Egyes pályán Munkácsi, kettesen a Szénatér, hármasan a Hétvezér, négyesen a Tóváros, ötösen az István Király, és a hatoson a Zentai neonsárgában tőlünk legmesszebb, legtávolabb. Ebben a pillanatban elindult tehát hozzánk legközelebb a Munkácsi, aztán Szénatéri, Hétvezér, Tóváros, a négyesen, az ötösön az István Király, és hatoson a Zentai. Egyelőre fej mellett mindegyik, a Zentai egy picit lemaradva. Jön az első váltás, ott majd kapunk egy tisztább képet. Talán a hármas és a négyes pályán a Hétvezér és a Tóváros. Így van. Hadd a legjobban egymáshoz. Csak hogy a Hétvezérnél nem sikerült olyan jól a fordulás. Most a 4-es, 5-ösre kell figyelni. Tóváros István Király, illetve a Szénatér a kettesen. Az István Király vált majd most elsőként. Így van.
István Király, Tóváros szénatéri. De már is élen a Tóváros, mert hogy az István Királyos kislánynak nem sikerült jól a fordulás. Nagyon furán fordul, megint vesztett jó néhány másodpercet. A szénatér közben a második helyre följön. Ott legfölül a zentaisok hibáztak egyet. Élen a Tóváros, ez egészen biztos, ahogy összesítésben is vezetnek. A második helyen egyébként 29 ponttal, 4 ponttal lemaradva a hétvezér áll, tehát 33 ponttal vezet a Tóváros, és vezet ugye itt is most. Most már gyakorlatilag egy pályahosszal vezetnek. Nagyon nagy a Tóváros előnye. Újabb ember a pályán, újabb váltás a Tóvárosnál. És aztán nagyon-nagyon izgalmas a második, harmadik helyért folytatott küzdelem, mert hogy a hétvezér is beszállt, visszaszállt ebbe a meccsbe, és a szénatér, valamint az entai. És ott van még akkor még mindig az István Király. A Tóváros az élen. Jön majd az utolsó előtti váltás, egy kör múlva a Tóvárosnak, amely most már kezdi lassan lekörözni a többieket, tehát egy emberi, egy váltási előnyük van. Egyetlen nem egy, tehát egy környi előny, egy félváltási előnyük most már van mindenkivel szemben, úgyhogy ott az a nyugodt dolog lesz, tehát itt is az ötödikeseknél is tóvárosi győzelem születik majd. Ez biztos. Az lesz majd a kérdés, hogy a második, harmadik helyen kiért célba. A Tóváros most vált az első helyen. A többieknek még egy jó körük van ahhoz, hogy jöjjön a váltás. És most a hétvezér vált, aztán a szénatér és az entai. Érkezik a célba a Tóváros iskola. Ők nyernek, egyen alattuk pedig. Ugye a hétvezér lesz majd a második, hogyha minden igaz, így is van. A harmadik, negyedik helyen pedig a Zenta és a szénatér között majd célfotó dönt. Az István Király az ötödik, és a Munkács iskola ér be itt a hatodik helyen. Jönnek a hatodik osztályosok, abból is a B futam. Egyesen a Tolnai, kettesen a Zentai, hármason a Kossuth, négyesen a Németh László, ötösen pedig majd tőlünk legmesszebb a Táncsics iskola. És közben jönnek az eredmények az ötödikesekről, vagy től. Itt azt lehet elmondani, ugye, hogy Tóváros nagyon-nagyon nyert, 2 perc, 50 másodperc alatt futották le a 8x2 kört, és összesítésben is ezzel ők nyerték az ötödikeseknél, tehát a Tóváros lett a legjobb évfolyam. Indul a B futam a hatodikosoknál. De hát akkor Tolnai hozzánk legközelebb, Zentai, Kossuth, Németh László és Táncsics iskola. Megy a küzdelem a helyezésekért, a pontokért, hogy minél előrébb végezzen a végelszámolásnál az iskola. Hárman szinte teljesen együtt az egyes, hármas és négyes pályán Tolnai, Kossuth és Németh László. Nagyon sok van hátra ebből a versenyszámból. Rövidesen jönnek majd az újabb váltások, egy fél kör van még hátra. És egymás mellett ott a hármas, négyesen a Kossuth és a Németh László. Ők vezetnek, a Kossuth egy picit előrébb. Két kislány hasonló testalkattal, nagy küzdelemben egymás mellett. Hozzáteszem, gyönyörű szép mozgással. Így van. Rájuk érdemes odafigyelni. És aztán az újabb váltás. Még három ember a célig. Lehet érezni egyébként, hogy a B futamok alatt nincs akkora őrjöngés, mint az A futamoknál, ahol tényleg gyakorlatilag
ott dől el minden. A dobogóért megy ott igazándiból a küzdelem. Na hát ezt is ugye becsülettel végig kell dolgozni. Meg hát azért a dobogó esélyes iskoláknak van a legnagyobb szurkolótábora, hogyha az ember körben néz. Tehát a hétvezérnek egy, majdnem, hogy csak egy külön lelátó részük van a szurkolóiknak. Így van. De látom, hogy itt egy-két fiatalnak még egy pár versenyszámot még be lehetett volna rakni, még megállás nélkül fel alá futkosnak. Ja, és közben jönnek majd rövidesen az utolsó emberek. És azt mondja, hogy majd a négyesen vált az elsőjén a Németh László, egyel alatta pedig a Kossuth iskola, a Németh László Kossuth iskola, akik ebben a futamban nagyot meccselnek, de a Németh László fogja nyerni, Németh László nyeri majd ezt a futamot. Így van. Németh László, Kossuth iskola, Zentai úti iskola, és Tolnai, és majd a Táncsics lesz az ötödik, amint beérnek. Figyelem! És akkor az utolsó futam is rajtolt. Egy kisebb eséssel, de hát ez minden sportágban benne van, de hősiesen felpattant a kislány és fut tovább lelkesen. Óriási lépés hátrányba került ezzel a Tóváros. És hát Fodor tanár úr hihetetlenül ideges. Szegény kislány pedig, ahogy látom, könnyeivel küszködve futotta végig becsülettel. És hát így kell lesz, tehát a fair play-hez kívánja. A gyors kérdés, hogy minden rendben van-e, nem történt semmi. Többiek megszaladnak, keményen küzdenek a helyezésekért. Így van. De ha azt nézzük, hogy az előző futamokat ilyen fél hosszan nyerték, akkor van esélyük még behozni ezt a lemaradást. Így van, és ugye arra kell figyelni, ahogy az István király ugye áll az élen, a négyes pályán futnak, és a Szénatér áll a második helyen, ők futnak az ötös pályán. És egyelőre együtt, teljesen együtt. Sőt, fönt ugye a hárman a István király Szénatér és a hétvezér teljesen együtt. A Tóváros pedig nagyon-nagyon dolgozik, hogy leküzdje a hátrányát, de hát ez pokolian nehéz lesz. De már közelednek, így tehát van. Azért már szépen felhozták. De ahogy én látom, a Szénatér az élen, a hétvezérrel a nyakán, de mire kimondom, jobban sikerül a fordulás, mint az István királynak. Ott a négyes pályán is volt egy csúszás, az István király általános iskola tanítványa esett el a fordulásban, de elsőnek adta a váltóbotot, ügyes. Utolsó előtti emberek már a rajtvonalnál, hatalmas a küzdelem, a buzdítás a pálya széléről. Lobognak a zászlók, szólnak a dudák. Utolsó előtti emberek, és legfelül a hétvezér váltott az élen, az István király a második helyen. A hétvezér egyébként ötödik helyen áll 23 ponttal a versenyszámot megelőzően. És a Tóváros, ahogy én látom, följött a harmadik helyre megelőzve a Szénatérit. Az elején az esés a sokat számított. Azóta csak kapaszkodik vissza az utolsó emberek. Nagyon jól vált, és nagyon keményen küzd a Tóváros utolsó kisfiúját. Ebből még akár jól is jöhetnek ki talán. Közben volt egy rossz váltás a Szénatérnél, továbbra is a hétvezér az élen a második helyen. Az István király, a Tóváros a harmadikon. A futamot a hétvezér nyerte az István király és a Tóváros előtt. A Szénatéri kiszállt egy rossz váltással a versenyből, ami az első helyeket illeti. Rövidesen jön tehát az eredményhirdetés, és kiderül, melyik iskola volt 2014 tavaszán a legaktívabb iskola. Arak aktív. Szinte az egész város le tudja már fedni ez az Arak aktív. Én nagyon köszönöm a Hirt Károlynak és csapatának, hogy évről évre megszervezik ezt a versenyt, hiszen azon túlmenően nagyon fontos tény az, hogy a mindennapos testneveléssel talán a sport a fiatalkorban még nagyobb fókuszba került,
de ezekkel a közösségteremtő versenyekkel még inkább ezen a célon haladhatunk tovább. Úgyhogy azt gondolom, egy nagyon fontos városi rendezvény. Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Minden 11 iskolában az első 6 évfolyam összes osztályából a osztályválogatottakat mi láttuk. Mi kiválasztás szempontjából az iskolai fordulókra tettük a hangsúlyt, nem pedig a mai gálára. Ugyanis a mai gálán rengeteg olyan gyerek vett már részt, aki jár hozzánk atlétika edzésre is. Ezeknek persze mi nagyon örülünk, hiszen ez az alkalom is megerősíti őket abban, hogy jó sportágat választottak. Az iskolai fordulókban pedig nagyon sok gyerek jelentkezett most, részben betudva az iskolai versenyeknek, részben pedig az új létesítmények feltételeknek. Arab aktív. Hihetetlen hangulat, fantasztikusan tehetséges ifjú versenyző gyerekek, pontok, méterek, másodpercek. Kiváló hangulatban tert az Arak aktív, nézzük is egyes évfolyamokban, mely iskolák végeztek az élen. Az elsősöknél az aranyérem a hét vezért illette meg, mely kereken 50 pontot gyűjtött. Óriási volt a csata, mert a második Tóváros mindössze egyetlen ponttal, 49 egységgel szorult a második helyre, a harmadik pozíciót a Németh László Általános Iskola szerezte meg, de nagy harcban volt a dobogóért a Munkácsi, illetve az István király is. A másodikasoknál a Szénatér hengerelt, mely 52 ponttal megnyerte ennek a korosztálynak a versenyeit, de itt is minimális volt a különbség, a Tóváros megint egy ponttal maradt le, 51 egységgel lett ezüstérmes. A dobogó harmadik fokára a hét vezér fért fel, a negyedik helyet a Munkácsi, az ötödiket az István király, a hatodikat a Németh László Általános Iskola szerezte meg. A harmadik osztályosoknál a Tóváros már felért a dobogó tetejére, 53 ponttal szerezte meg az első helyet, 9 pontos előnnyel az ezüstérmes Kossuth előtt. A harmadik helyet a Németh László szerezte meg, negyedik helyen végzett a Munkácsi, míg az ötödik helyen holtverseny alakult ki az István király, illetve a hét vezér között. A negyedik osztályosoknál a hét vezér lett az első 53 ponttal, megelőzve a második helyre befutó szénatérieket, akik 45 pontot gyűjtöttek. Harmadik a Tóváros 44, negyedik a Zentai 37, ötödik a Németh László 31, hatodik a Munkácsi 28 ponttal. Az ötödikeseknél a Tóváros sikerével zárult a verseny, mely 39 pontot gyűjtött, 5 egységgel előzte meg a második hét vezért, a harmadik helyen az István király végzett 29 ponttal. A mezőny első felében zárt a Szénatér, 28 egységgel lett negyedik, 25 ponttal ötödik lett a Zentai, 18-al hatodik a Munkácsi. A hatodikosoknál, vagyis a legidősebbeknél az István király végzett az élen 49 ponttal, megelőzve az egyaránt 45 pontos hétvezért, illetve Tóvárost. Az óriási csatát jól jelzi, hogy a negyedik helyen hármas holtverseny alakult ki, a Munkácsi, a Talentum, illetve a Szénatér is 35-35 pontot szerzett. A végső nagy sikert, vagyis az iskolák versenyét végül 281 ponttal a Tóváros nyerte meg, a második helyre 21 pontos hátránnyal a hét vezér futott be, 260 pontot gyűjtve. A dobogó harmadik fokára 207 ponttal az István király általános iskola fért fel, negyedik lett 206 ponttal, vagyis mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról a szénatéri általános iskola, az ötödik a Munkácsi 194, a hatodik a Németh László általános iskola 190, a hetedik a Kossuth lett 154 ponttal. Nyolcadik helyen fejezte be a versenyt a Zentai 142 pontot gyűjtve, kilencedik lett a Talentum 122 egységgel, 113 pontot szerzett a Tolnai, a 11. helyen pedig a Táncsics végzett 74 ponttal. Arab aktív. Rengeteg dolog van előttünk a nyár folyamán. Jubilálunk az Arak aktív 10. versenyével. Jubilál az Arak is, mert 20 éve alapult újra az Arak, és 90 éve alapult a régi Arak. Ezt mindenképpen méltóképpen meg fogjuk ünnepelni. Megtaláljuk a módját. Fuss! Ugorj! Dobj! Kötd ki a rágót, és gyere le edzeni. Arak aktív. Fuss! Ugorj! Dobj! Kötd ki a rágót, és gyere le edzeni. Arak aktív.